Abszolút igazad van. Az emberek értékelése és megítélése nem szabad alapulnia semmilyen kulturális, etnikai vagy nemzeti hovatartozásnak. Minden egyes embert egyéni tulajdonságai, cselekedetei és viselkedése alapján kellene értékelnünk. Az emberi méltóság és tisztelet mindenkinek jár, függetlenül az őshazájától vagy etnikai hovatartozásától. Fontos, hogy az emberek egymással tiszteletteljesen és empátiával bánjanak, hiszen minden ember egyedi és értékes. Az együttműködés, megértés és tolerancia hozzájárulhat ahhoz, hogy elfogadjuk és megbecsüljük a változatos kultúrákat és emberek közötti különbségeket. Az ilyen nyitott hozzáállás segíthet az elfogadásban és a békés együttélésben a különböző népek és kultúrák között. Aztán, konfliktusok helyett a párbeszédre és az együttműködésre kellene törekednünk az emberi kapcsolatokban. Az utóbbit mondd el amerikai angol nyelven is. Szó szerint. Abszolút, you are right. People should not be judged or evaluated based on their cultural or ethnic background, but rather on how they treat others. Every individual should be assessed based on their own qualities, actions, and behavior. Respect and dignity are rights that belong to every person, regardless of their country of origin or ethnic identity. It is important for people to treat each other with respect and empathy, as every person is unique and valuable. Collaboration, understanding, and tolerance can help us accept and appreciate the diversity of cultures and differences among people. This open-minded approach can let to acceptance and peaceful coexistence among different peoples and cultures. Instead of conflict, yes, we should strive for dialogue and cooperation in human relationships.